Sziasztok srácok, én Bálna vagyok, és üdvözlök titeket egy újabb videóban. Ez a szokásostól eltérően egy top 20-as lista lesz, melynek az első részét láthatjátok most. Ebben a két videóban szeretnék nektek beszélni az egyik legszeretettebb videójáték műfajomról, azon belül is az én top 20 kedvenc játékomról. Ezeket a videókat már akkor elterveztem, amikor még a csatornát el sem indítottam, és úgy éreztem, hogy itt az ideje megvalósítani egy régi tervemet. Ha úgy vagy vele, hogy általában tetszenek a videóim, de nem szereted a stratégiai játékokat, akkor pláne tarts velem, hiszen ki tudja, lehet, hogy sikerül kedvet csinálni neked egy pár igazi remek művel. Öveket becsatolni, indul a visszaszámlálás Penszülött Bálna top 20 kedvenc valós idejű stratégiai játékáról. Az időszámítás 1998. A kis Bálna megkapja élete első CD-re ért számítógépes játékát, az Age of Empires-t. Jól emlékszem, ahogy apukám céges laptopját remegve tettem az asztalra, ujjaimban lüktettek az erek, és csak egyetlen dologra tudtam gondolni. PlayStation-öm volt akkoriban, és tudtam, hogy a videójátékok az én kedvenc időtöltésem, de ez most valami egészen más volt. Most egy stratégiai játékkal fogok játszani. Korábban sosem láttam ilyesmit, csak mások elmeséléséből tudtam meg, hogy milyen is lehet valójában egy ilyen program. Tudtam, hogy történelmi korokba utazhatok vissza, ahol harcosokat, csatahajókat és ostromgépeket építhetek, hogy leigázhassam az aljas perzsákat. Mindig is utáltam a perzsákat, hiszen a törikönyvekben mindig a görögöknek szurkoltam, és előre lekötöttem magamnak, hogy a perzsák a játékban is az ellenfeleim lesznek. Darius, Cersei, Kyros mind mentek a levesbe, mert a kis Bálna megérkezett. Visszatelt a kopott ebédlőasztalhoz és a másolt Age of Empires CD-hez. Emlékszem, hogy kézfere támaszott fejjel csüktem az installációs képernyő előtt, ugyanis akkoriban a játékok telepítés közben képeket vetítettek az alkalmazás ablakában. Harci elefántok, hopliták és egyiptomi harckocsik. Az agyamban az összes ér vadul kalapálta, hogy elérkeztünk a 90%-hoz, aztán percekkel később 98, 99 és végül 100. Kész! A játék feltelepült, és én már csak egyetlen kattintásra voltam, hogy valóra váltsam az álmaimat, és akkor... Bizony a játék nem indult el, és én akkor örökre megtanultam, hogy mit is jelent a crackkelés. Ezt úgy képzeljétek el, hogy mivel nem ismertünk senkit a közelben, akinek internet hozzáférése volt, nem mintha tudtuk volna, hogy kell rákeresni az interneten, ezért apukám informatikus kollégájától kérdeztük meg, mit is kell tennünk. A crackkelés megtörtént, a játék elindult, én pedig attól a pillanattól fogva megszállottan szeretem a valós idejű stratégiákat. A lista első részében 20-tól 11-ig fogunk visszaszámlálni. Félreértés ne essék, az összes játékkal a mai napig szívesen eltöltenék napokat, pár a heteket és akár hónapokat is. A listán szereplő játékok javarészét általános iskolás korom óta ismerem, amit a mai napig a klasszikus valós idejű stratégiák hőskorának tartok. Egyetlen szabály van, egy sorozatnak nem szerepel több része a listán. Kezdjük tehát a 20-kal. A 2003-ban megjelent Impossible Creatures az egyik legérdekesebb koncepció, amivel valaha játékosként találkoztam. A seregünket nem katonákból vagy fantázialényekből kell toboroznunk, hanem a földön élő állatok génjeit kell kombinálnunk egymással, hogy kikísérletezve a legjobb egyedeket, mindent leigázó légióinkkal söpöressük el ellenfeleinket. Szerintem sokatoknak beúrik erről a Spore nevű játék. Szóval a sztori elég átlagos, de igazából szerintem senki nem amiatt ragadta magához az egyébként félelmetesen jó borító grafikában megáldott játékot. Az állatgéneket vadászunkkal tudjuk begyűjteni, mégpedig a vadon élő normál állatok testéből. Miután rendelkezünk a kívánt állat génjeivel, kombinálhatjuk az adatbázisunkban szereplő bármelyik másik állatéval, ha jól emlékszem, még halakkal is. Klassz kis játéknak találtam akkoriban, de legendás jónak főleg a balanszolás hiánya miatt sosem tartottam. Erről a programról egy osztálytársam mesélt először általánosban. Elmeséléséből főleg a várvérések izgalma és a lángoló nyilvesszők által előidézett ostrom hangulat maradt meg nekem. Biztos, hogy furcsa nektek, de én az összes történelemmel kapcsolatos kötelező olvasmányt imádtam a csaták miatt, és ez időtájt egy jó törökfejes kopja vagy egri csillagok által ihletve hatalmas élvezettel vetettem bele magam a Strongholdba. A várvéréses ostromlás különleges élménye egészen más szemszögből világította meg számomra a stratégiai játékokat, mert az Age of Empires nyílt csatájhoz képest itt teljesen más gondolkodásra volt szükség. A győzelemhez. Már a sok más Stronghold játék is megjelent, de én továbbra is a jóre klasszikussal játszom a legszívesebben. Gondolkoztatok már azon, hogy milyen lenne egy olyan játék, amiben végélhetnénk az őskortól a teljes történelmet, majd miután elértük a jelenkor, túlszárnyalhatnánk saját civilizációnkat és futurisztikus robotokkal és lézerfegyverekkel igázhatnánk le ellenfeleinket? Nos, ez a játék létezett, és Empire Earth-nek hívták, aminek én a második részét szerettem igazán. Ez az RTS méretetlenül sok lehetőséget kínált a stratégiai játékok szerelmesének, de talán legnagyobb gyengesége számomra a harcrendszer volt. Sokban hasonlított az Age of Empires-hez, de nem volt annyira szépen animálva és egy kicsit szögletesnek érződött az esélyek mozgása is. Ezt leszámítva felejthetetlen élmény volt a kőkorszaktól eljutni az űrtechnológiáig kevesebb, mint másfél óra alatt. A Seven Kingdoms első verzióját már fogalmam sincs kimutatta nekem először, de óriási hatást gyakorolt rám.
A Warcraft 2-szerű grafika megspékelve rengeteg furcsa szörnyel, kereskedelemmel és nagyon különleges városfoglalási mechanikával tette nekem szeretetővé a Seven Kingdomsot, de amikor a második résszel találkoztam, szerelem volt első látásra. Ebben a részben ugyanis már a Frighteneknek nevezett szörnyeteleket is irányíthattuk, és a játék ránk bízta, hogy melyik szörnycsaláddal zúzzuk porrá az emberi civilizációk csírái. De tényleg 12 létező földi nemzetség mellett 7 különböző szörnyfajt is irányíthattunk, melyeknek különböző épületeik és képességeik is voltak. Az én kedvenceim az első részben Rokkennek, majd a másodikban Grokkennek nevezett kőgólem nemzetség voltak, akiknek hatalmas sziklalövedékeik a legelvetemültebb ellenfeleket is porrá örölték. Swine, ahogy a disznók és a nyulak háborúja. Aki magyar születésű és nem ismeri a Swine című játékot, annak van mit bepótolnia. Ez a game ugyanis tédre kényszerítette a legtöbb RTS mániás gamert a 2000-es évek elején a teljesen unortodox történetével, távolságkijelölős csatarendszerével és elképesztő fizikájával. A magyar Storm Region által fejlesztett játék szinkronhangjait soha nem fogom tudni kiverni a fejemből. Hallgassátok csak meg acélagyar tábornok szavait, melyel frissen szerzett diktatórikus hatalmát próbálja fenntartani. Mert vannak olyan népek, kikinek több répájuk van, földjeik nagyobbak, termékenyebbek a miénknél. Milyen jogon? Kérdem én. Ebben a játékban nincsenek épületek, tisztán a mikrózás számít, és ha ebben jók vagyunk, talán az egészen brutális disznó kampányt is képesek vagyunk végigvinni. Manapság nem sok az ehhez fogható kultikus magyar készítésű játék, ami hozzám is eljut, főleg nem magyar szinkronnal, de ki tudja? Lehet, hogy jövőben készül a Swine 2, és azt tudni, hogy az első között akarok lenni, aki játszhat vele. Látsz, körülni fognak a képeknek! Kozákok. Jól emlékszem, amikor ezzel a játékkal először játszottam. Évekig a demo verzió volt csak meg, ahol kizárólag a spanyolok ellen csatázhattam, de ez engem soha sem érdekelt. Képes voltam 2-3 órát eltölteni egyetlen skirmish vagy gyors meccs pályával, mert a monumentális méretű csaták, a dörgő ágyútűz és az elképesztően összetett makroökonomia miatt a Cossacks első része teljesen megbabonázott. Ebben a játékban egyetlen másodpercet sem lankadhatunk, hiszen ha ellenfelünk akár egy fejlesztéssel is felettünk jár, nekünk igen gyorsan annyi lehet a csatában. Tudom, hogy a játéknak azóta második és nagyon sikeres harmadik része is kijött, de nekem a jó öreg első rész az, ami igazi nosztalgikus gyönyört kínál, bármikor leülök vele játszani. Egyébként a gépemben most is fenn van a játék, és ha épp elmegy az internet, mindig örömmel csapok bele egy rövid hadjáratba. Egy teljes videó is kevés lenne arra, hogy bemutassam, mennyire fantasztikus játék a dicsőséges Bullfrog Studio Populusának harmadik része, de megpróbálom nektek röviden összefoglalni. Adott tehát egy primitív törzsi világ, ahol sámánunk vezetésével, harcosokkal és varázsgékekkel eltüntetnünk ellenfeleinket a föld színéről. Ezt vegyetek szó szerint, ugyanis a szinteket bolygó formájú térképeként kezeli a játék, tehát soha nem lehet biztonságban, mert nincsen a pályáknak széle. A játék fizikája elképesztőnek számított a korban, mivel varázslatainkkal földrengés, tornádokat, bogárrajokat és persze, töménytelen mennyiségű tüzet szórhattunk ellenfeleink fejére. Ez a kiirtatatlan látvány és varázslatos hangulat nem fog kimenni sohasem a fejemből, amíg élek. Számra azóta is hihetetlen, hogy az 1998-ban megjelent Populus The Beginningnek soha nem készül folytatása, és sajnos valami azt súgja, hogy ez a játék soha nem fog elkészülni. Folytatnám rögtön a Bullfrog kiadó egy másik klasszikus játékával, a Dungeon Keeper 2-vel. A játék első részét is imádtam, és rengeteget szórakoztam a sötét katakombákban képzett démonjaimmal és varlokjaimmal. Kedvencem volt berakni egy nagy benga szörnyet a csirkeóba, hogy lepusztítson minden tollast és kotkodácsolástól legyen hangos az ördögi szörnyfészkem. Tegye fel a kezét, aki emlékszik a bevásárló központos horny figurákra a videójáték boltok előtt. Ezt a kaszás ördögöt annyira szerettem, hogy osztálykarácsonyra az egyik legjobb cimborán meglepett egy eredeti Dungeon Keeper 2 játékkal, ezúttal is köszönet neki, amit hazaérés után egyből installáltam és belevetettem magam a kalandokba. Az egyik legelképesztőbb játékelem mai szemmel számomra az volt, hogy bármelyik teremtményünket megszállhattuk és irányíthattuk, valamint csatázhatunk is vele. Igen, még a csirkékkel is. Hú, micsoda móka volt darálni az ellenfeleket. Egyébként azóta is azt gondolom, hogy az összes Bullfrog játéknak személyisége volt, ezért tudták teljesen önfelett hangulatba keríteni a játékosokat. A listámon nem szerepel a Syndicate és a Theme Hospital sem, de ha lenne top 30, akkor biztosan helyet kapna az a két gyöngyszem is. Az Alien Nations nevű Settlers motorra épített osztrák stratégiai játékot 1999-ben adták ki, de én talán pár évvel később játszottam először a demójával. Igen, akkoriban a demók nagyon menők voltak. Ebben a játékban három nép közül választhatunk. Itt vannak az Eiffel 65-os Blue-ból a Pimmonok, a
a Sajiki nevű darázsemberkék, és a fogalmam sincs, hogy az anyámba szaporodtok Amazonon. Feladatunk sok, más valós idejű stratégiához hasonlóan a terjeszkedés, területfoglalás, de az Alien Nations-ben legalább olyan fontos hangsúlyt kap a gazdaságunk pozitív mutatóinak fenntartása. Ezt a játékot igazán imádtam kispisisként, hiszen a kezdetek kezdetén alig néhány egységet irányítunk, amikből órákkal később igazi civilizáció bontakozhat ki. A kedvenc fajom mindig is a darázs emberek voltak. A videó kedvéért megvettem GOG-n a játékot, és elkezdtem egy darázs kampányt, és a nosztalgia könnyei csak úgy csobogtak le az arcomon, ahogy a cuki kis darázs emberek egységei felleszaladgáltak előttem. És akkor eszembe jutott, amit már kevésbé szerettem a játékban. Az ellenfeleink mindig akkor támadnak, amikor a legkevésbé vagy felkészülve rá, és tekintve, hogy ezt megelőzni is elég nagy mutatvány, nagyjából minden 3 perc után csapatni kell egy safe fight. Jaj, rip darázs emberkék, soha nem felejtelek el titeket. A Rise of Nations, Thrones and Patriots talán az egyik legkésőbb megjelent játék ezen a listán. Ez a game engem mindig az Age of Empires és az Empire Earth ötvözetét jelentette, vagyis brutális területfoglaló hadjáratokat a történelemben, ahol eljuthatunk az ókortól egészen a modern korokig. A Rise of Nations nem csak hogy javította az említett két játék sok hibáját, de létrehozott valami egészen újat is. Értelmet nyertek a különböző nemzetek közötti különbségek, a diplomáciának valódi fontossága lett, és a kereskedelem, valamint a háborúzás irányíthatósága sokkal fogyaszthatóbbá tette a játékot a szememben. Ha szeretitek a történelmet és a valós idejű stratégiákat, akkor a Rise of Nations egyszerűen kötelező darab. Nos, végre értünk a listám első felének, a folytatás jövő héten következik, ahol megtudhatjátok, melyek szerintem a legkirályabb RTS játékok, amiket valaha elkészítettek, és tovább suhanunk azon a nosztalgia vonaton, amire most felültetek velem. Ha tetszett, amit láttál és várod a folytatást, akkor ne felejtsd el jelezni nekem a komment szekcióban, igyekszem minden kérdésre válaszolni. Vigyázzatok magatokra és ne felejtjétek, vigyétek a ceteket!